És nagyon sok vizet felszívott ez a szalma, és akkor így rálocsantották a tűzre. Tűzoltáshoz használt régi eszközökkel is megismerkedhettek a gyerekek a táborban, aminek a vas és kanzen adott hont. Leginkább azoknak a családoknak jelent könnyebbséget a táborozási lehetőség, amelyeknél még a nagyszülők is dolgoznak, vagy messze vannak. Valamilyen apró táborba, meg még Felsőcsatára fogunk menni táborokba, meg Balatonra is megyünk. Bár a tanévnek most lett csak vége, a tapasztalatok szerint a gyerekek nagyon érdeklődőek, nyitottak az új ismeretek befogadására. A táborokban, a kikapcsolódás mellett, sok hasznos tudnivalót is elsajátíthatnak a gyerekek. A tapasztalatra helyezzük a hangsúlyt, tehát ezért nagyon sok az ilyen mozgás, nagyon sok a játék, nagyon sok az olyan típusú foglalkozás, ahol tapasztalatra építünk, és nem csak egyszerűen ennyi ismeret hátadásra, mint ami az iskolában is történik. Nem lesz semmi, csak alapanyag lesz! A homokvár építésén kívül a foci is sok gyerek idejét, energiáját leköti az Egyházmegyei Karitász Nardai táborában, ahogy a hintázás vagy a kézműves foglalkozások. Idén is sokan jelentkeztek ide, többen nem is először vannak itt. Nagyon szeretek fonni, meg más dolgokat is, és a barátnőmmel sok mindenfajta fonást is tudunk. Formázunk, meg rajzolunk. A tábor szervező intézmények szinte egész nyárra tartalmas programokat, hasznos elfoglaltságot kínálnak a gyerekeknek. A szülőknek fontos szempont az is, hogy kora reggeltől, akár késő délutánig biztos helyen tudják a csemetéjüket. Május elején már a tavaly előtti gyerekeknek, akik itt vannak körülöttünk, a szüleik már telefonáltak, hogy ugye lesz az idén, és ugye nyár végéig. Tehát azért én azt gondolom, hogy hát háló Istennek, hogy azok a szülők, akik dolgozni tudnak, van munkahelyük, azoknak mi megoldjuk egy kicsit a problémájukat. Azt, hogy milyen táborban tudja a gyerek eltölteni a nyarat és mennyi ideig, azt a szülők anyagi lehetősége is befolyásolja. Több helyen kedvezményekkel csábítanak. Olcsóban táborozhatnak azok, akik testvérükkel vakációznak a kiszemelt helyen, vagy akik már sokadik alkalommal térnek oda-vissza.